Sziasztok, Zozoka vagyok. Folytatom is akkor egy játékot. Egyből élből, azonnal. Kell keresnem, vagyis hát ezt a vörös halál elleni szert, vagy mi a francot kell kipróbálnom. És... itt térkép. Meg kell innom? Na, nézzünk egy... be kell vennem. Aha, be kell vennem, jó. Be kell vennem, hát akkor vegyük be a gyógynövényitalt. Vagyis ki tudja, hogy mi ez, ugye? Itt kell, hogy legyen a felszereléseknél, de most nincs itt, hanem akkor itt kell, hogy legyen. Keressetek egy gyanús, ez lesz az, szalaggyógynövény kezelését, elfogyasztása. Ez az ampulla vér, ez még mindig nálam van. Érdekes. Na jó van. Sárkányvadászok barlangja? Én azt átkutattam, persze ott voltak a sárkánypikkelyek. Nincs semmilyen mellékhatása. Na, itt van. És akkor beszélünk is vele egyből? Ugye? Igen. The treatment. Did you try it? I've taken it. All I feel is a light scratch in my throat. Wonderful. That simply means it's working. Breaks apart all the tiny crystals that become lodged in the chest. Ah, your payment. 110 auras. As promised. We agree to 120. Agree to disagree. But nonetheless, you've earned much more than I can pay you. 120 it is. Can I ask ne, you something? Ne. Többet ne. A favor. Do I have to swallow anything? Not this time. I hope. One of the ingredients for my red death treatment is a particular herb. Very rare. But I'm having some difficulty acquiring the seeds required to grow more. Legal trouble? Imperial trouble. A man named Amar was my supplier before the Imperials raided his home. He's staying at a local inn. We can't risk being seen together, but if you were to bring him my order... A csempészet munka nem szívesség, sajnálom, szeret ezután magadra vagy utalva. Hát megcsináljuk, nem? Tehát most csempészet, meg hát jó ügyet szolgálunk tulajdonképpen. Not a favor. I'll only have the 800 needed to pay for the order, but... Smucik disznó. I can arrange for a suitable payment. No, azért. Please. It better be worth it. Thank you. But please, be patient with Amar. He's been a bit... Újfent egy nagyon érdekes párbeszéd elé fogunk nézni akkor, ahogy látom. Na, 130, 800, na, ez azért már nem egy rossz összeg. Oké, vegyél ritka magukat Amartól. Megnézek egy térképet, hogy ez most milyen messze is van tulajdonképpen. Hát, ugye ott van össze, ott lesz a kocsmánál, vagy mi a fogadónál. Jó, oké. És ahogy nézem, hogy nem igazán lesz lehetőség arra, hogy teleportot használjak. De viszont itt a háztetőkön hamar eljutok talán odáig. Nem? Ez már túl sok. Ez már nem jó. Akkor itt le. És akkor így megyünk tovább. Ez az. Jajaj! Ne. De ha jól látom, itt át lehet menni? Át lehet menni, és itt... Zászk! Még zászkod, az a baj, hogy nem lehet venni semmit. Ez dühítő. Aha. Basszus. Most nézzétek meg, teljesen a másik oldalon van. Nem lehet itt valahol fölmenni? Akkor jobb lesz, ha inkább fölmegyek és a túloldalon leugrok. Ez az? Vagy erre kell menni. Ilyen egyszerű. Haha. Itt is vagyunk. Oké, zsoké. Ő lesz az? Amár, igen. Amár, ő az.
Mama? I haven't seen you in such a long time. Why did you die? Ez tényleg egy kicsit fárasztó lesz. Oh. Well, I'm a ghost. Ghost, ma? No, you're not. Ghosts are cold. You gotta be a mummy. 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 Istenem. I killed a mummy once. That's nice, Amar. I'm very proud of you. I hope it wasn't you. But it got back up again, so I guess that's okay. Bírjátok ki, srácok! Én is kibírom. Is that okay? Yes, honey. Amar, your friend Sala sent me to visit you, but I need to collect his seeds. He did? That man, he's magic. The guards wanted to kill me. Took my house. I live in a tavern now. They never say no. You know? You know? No? Wait. Collect what? Amar. The seeds that Salah ordered from you. No problem. Hope you brought your purse. Anyucikád. Because I need 20,000 auras. No. You brought me into this world. Ez nem tudom, miért kellett bele, de mindegy. 900 auras should do it. Oké, nem lehet a fiam érzik, elzom a pénzt, de nem szabad többet innod. Megteszed? Hogy mérsz így bánni velem a saját édesanyáddal? Nem lehet a fiam érzik, elhozom a pénzt, de nem szabad többet innod. Megteszed? Ez nekem? Legyen akkor Y, ugye? Igen. I can't let you my boy starve. I will bring the money. Van nálam pénz, remélem nem kell megint mászkálni. I'm your son. I can do anything, but I. Why do I sell seeds? Life is hard. I wanted to be a. Húsráncok, én ezt nem bírom. Racehorse. Ez nagyon kemény. Ez nagyon kemény. Ez mókaficeknek való. Ez mókaficeknek való. Ez nagyon kemény. Miért vették el a házadat? Miért olyan drágák ezek a maguk? Amár most mennem kell, akkor kérdezzünk tőle. Istenem. Ez szörnyű. I was trying to cure an affliction. A illness? It's new, like science. Hey, Sal is trying to make the medicine. It's why he wants the seeds. You're gonna help him? Like a princess. Mert inkognitóban vagyok. Why don't you have a crown? Because I'm a mummy. My mummy deserves better. De nagyon durva. Ez nagyon durva, emberek. Ez nagyon durva. Ez kitalálta ki. Ki volt az elmebeteg, aki ezt kitalálta? Jó, na, miért olyan drágák ezek a magok? Why are the seeds so expensive? Because the talking man and his imaginary friend think they own the town. I think they own me. I'm not for sale. I'm for rent. Amar, I have to go now. Oh, okay. Give Sal a kiss for me. Wait, no. I'll do it. Hú, gyerekek. Amar 900 eurót kért a magva. Hát jó, és adjuk már oda neki. Ez most nem tudom, miért kellett. Elhoztuk a pénzt, igen, kisfiam. Mom, elhoztuk. Did you remember to bring auras? Buy yourself something nice. Thanks, Mom. Oh, I saved this. It's your cookbook. I saved it from the soldiers. Én nem tudom, srácok, kezdem úgy érezni, hogy ezt a játékot ezt nem az én korosztályomnak csinálták. Besides, soldiers can't cook. I miss your soup.
They let me try to make it here, but I got sick in the pot. Don't eat the soup here. Take the book and make your own. But save some for me. Only if you have the seeds, Amar. You can't buy seeds with soup. Well, not anymore, anyways. I think. Can you? Yes. Wow. Did Sala summon you to avenge him? Why would he do that? Because they left him in a ditch on the outside of town. It's hot out there. If I summoned you for protection, I'd be disappointed. Do you know who's responsible? What rock did you crawl out from under? Oh, hey, wait. I'll tell you. But you have to finally tell me who my real papa is. Na most csúnyán fog beszélni, de egy kecske bazd meg, az volt az apád. Sala is your father. But I need you to stay here while I look for him. Ez most tényleg egy idegesítő rész. He's my only friend. Nem tudom, ez valakinek vicces, írja már le. If I forgive him. Oh, can we get a werebeast? Azt mondja, megvettem a magvakat. Kapott tárgyak, oké. Okay. Nem, több melléküldetést nem csinálok. Megyek a kapitányhoz. Ezt még leadom, ugye? Ezt, mert rendes vagyok. Hogy meglegyenek a magvak. Azt mondja, hogy... És itt is lesz már szallag? Vetőmagügylet. Szuper. Jó van. Ó, de jó. És akkor hagyom. Ha akar még valami küldetésre nem sozni, gyerekek, nem fogom elvállalni. Mert ez egy nagyon idegesítő rész volt. Én ezt nem tudom fölfogni észel, hogy ezt jópofának gondolták a készítő. Na, és még el sem tudok oda menni. Köszönöm szépen. Tehát ezt jópofának gondolták a készítők, gyerekek. Ez egy borzalmasan rossz rész volt. Egy borzalmasan idegesítő rész. Nem is az, hogy rossz, idegesítő rész volt. Itt van. Jó van. De nem. Mi van? Hú. Hát ezt ki kell pihennem, srácok. Itt van. Végre. Ezt ki kell pihennem. Welcome back, my friend. Sala. How was your meeting with Amar? Aside from confusing me with his mother and a mummy. At the same time? He also overcharged me. 900 auras. His own mother? Well, I suppose I'm not paying for your negotiation skills. 200 euro. So here. 200 auras. Nem vagyok. If your treatment truly works, you can afford to pay me more. Or I can introduce Amar to his real father. Here's 100 more. 100, ez igen? Hú, nyugdíjba mehetek, basszus. Köszi. Húzzatok innen, hagyjatok engem. A sense of humor? If Gandahar needs the labor, why make treatment illegal? Some say the only treatment is Verita itself. But imperial law is the least of my concerns. Surprising. Coming from the man paying me to do his Nem akarok work. Több küldetést. Unless you think you can care for this plant long enough to produce the necessary... Nem. I have another job. Nem. Or you could continue complaining. Let's hear it. Nem. I do hope this is not too much to ask. Enlighten me. It's my aunt, Karima. The woman raised me like a son. Well, she did not work in the mines. We live nearby. While I was away studying, she informed me she had been diagnosed with red death. I'm sorry, Sala. Think nothing of it, but she is the reason I came here. The reason for all of this. The tests, the supplies. Nem érdekel akkor sem. Personally cure her. She's never believed in the power of alchemy. Only simple magic. She does not believe I can help her. But if you were to pretend to be a doctor,
or a mage of sorts, I would pay you, of course. Már még valami nagyon durva. Nem vagyok biztos, hogy jöttem, most jobban érzem magam. Elvállalom, de nem fogom megcsinálni most. Azt tuti. Meggondolom, nem, nincs időhöz kötve. Vágjátok. Nem fogom megcsinálni most, elegem van ebből a hülye részből. I have no idea how a doctor should act. You convinced a grown man you were his undead mother. Jól van, gyerünk már. I have faith and compensation. I can't take your money, not for this. It's everything we've worked for. 339 auras. Na mit kaptak? Nobility offers greater. Kihallgatott minket a Csajci. Megy az infóval. Oké, 300 aura, meg harmad visz Karmia néninek. Jó, oké, de én ezt most nem fogom megcsinálni. Tehát most olyan szinten elegem lett a játékból, az a hülye párbeszéd miatt, hogy rám erőltették. Oké. Hogy nagyon, amit kell csinálni például, hogy az nem itt lesz, hanem itt lesz a kapitány. Küldetés beállítás aktív állapotban és jelölése a térképen. Oké, zsoké. Az a lényeg. Vagy ide. Nem. Jobban járok, ha ide kérem magam a teleportot, ahogy látom. Jól van. Oké, zsoké. Tehát, teleport és oda, és azt akarom csinálni ezt a küldetést. Mert hát, tehát, most, volt egy kis csillanás a játékban, és ezt most úgy lerombolták ezzel az idióta küldetéssel, és ezzel az idióta párbeszéddel, hogy nagyon. Lehet, hogy most én vagyok valami nyűgösebb, vagy én nem tudom, srácok. Tényleg, aki igazat ad, vagy nem, azt nyugodtan írja le, hogy milyen hülye vagyok, vagy nem vagyok hülye, vagy bármi. De ez most nekem nagyon sok volt. Írtozatosan durva, hülye küldetés volt. Oké. Jól van. Az, ahogy látom, teljesen mindegy, hogy melyik utat fogom majd ott választani. Az lényeg, hogy nagyjából mindig balra kell tartani. Tehát ez nagyon rossz volt, ez a küldetés. Olyan szinten fárasztott az a párbeszéd. Nem tudom, egyáltalán nem... Hoppá! Egyáltalán nem volt vicces. Hehe. Szevasz, te sokál fejű. Egyáltalán nem volt vicces sajnos. Én nem is értem, tehát hogy és mert megint elrakta a kardot, vagy a fegyvereket. Hopp, várjatok, erre. Erre kell menni? Létezik? Létezik. És akkor ez itt új terület, tehát akkor teli lesz ellenséggel legalább. Túlcs a déli kapuhoz. Tehát, hogy nem fogok itt unatkozni. Ez az. Ez az. És újra sakálfejűeket gyilkolhatok. Na mindegy, szóval nekem most az a küldetés az nagyon rossz volt. Annyira jó volt, hogy hogy volt egy kis... Aha, akkor gyorsan a... Na, gyerünk már! A varázslót, vagy mi a mágust. És most meg az íjjászt. Ez az. Az nagyon tetszett az a rész, és ezt most ennyire elrontották. Fuf. Tényleg nem tetszett. Fárasztó volt az a párbeszéd. Én nem is tudom, hogy majd hányan fogjátok abba hagyni a játékot. Majd mint hogy a videónézést. Szerintem jó párom. Az tipikusan mókaficeknek való volt az a párbeszéd, vagy az a küldetés. Hoppá. Mesterizál, a franc se fog... Nos, ettől is elvették a kedvemet. Ho-ho-ho-ho-ho. Viszont itt rohadt sokan vannak. Hát ahogy nézem, ez tök felesleges. Ugyanis nem tudok ott átmenni. Szevasz, cica. Nem tudok ott átmenni a hegyektől, ahogy nézem. Jobb, hogyha inkább kerülök és csinálom a küldetést. Ugyanis 20 percnél járok, és tényleg ezzel akarok haladni. Ó, nézzétek csak, mi van itt? Milyen út ez itt? Hopp, lehet, hogy el kéne rakni a kardot.
Új helyszínt találtam, szuper. Ó, és itt is vagyunk. Szerintem mentek egyet. Még nem mentettem ebben a fejezetben, ugye? Akkor jó. Ez az. Remélem, hogy valami nagyon jó történet lesz most itt, mert... Stop right there. Az előző az nagyon durva volt. Well, I'm a mercenary, since you were courteous enough to ask. What do you do? What do you want? A kapitányhoz jöttem, csak nézelődök gyönyörű idekint, ahonnan is jöttem, nem ott már csak rácsok, te itt élsz? Legyünk egyenesek, nem srácok? I'm here to see the captain. I've heard that before. Trust me, when he learns why I've come, he'll be amused at the very least. Well, you don't smell like an Imperial, and your heels aren't fused together. The captain is in his tent. A kardod jó. Aha, ja, ott van ez az. Na, kíváncsi leszek. Hoppá, nézzétek csak, mik vannak itt. I won't bother asking how you got here. So I'll skip to where I ask you, why? On my way to the Tower of Fangs. Familiar with it? It's just a story. I let them tell it. Hopefully it keeps the more reckless ones grounded. I hear you're a better butcher than a liar. That may be true, but let me ask you, why bother? Didn't bring me closer to anything but an early grave. What's your plan? You going to storm Vakmar single-handedly? Squeeze the life out of that filthy tyrant with your bare hands? Tell me, what makes you any different from the rest of us? I've dealt with him before. You... Crazy bastard. I nearly fucking believed you. I'll tell you what. I sent a party out into the nearby caves a few days ago. They're still missing. Csomó küldetés lesz már megint. First, let's see if your hands are as quick as your mouth. Find my men. Then we'll see who can tell the better story. Megkeressük őket, természetes. They went to Gorlag's cave, just north of here. When, or rather, if you find them, tell them to report back. Miért hívják Gorlag barlangjának? Lehet, hogy ott lesz majd a sakáloknál, tudjátok, vágjátok. Why do they call it Gorlag's cave? Well, if I had to take a guess, I'd say it was because of Gorlag. And Gorlag is... Well, Gorlag doesn't exist. Just something people tell their kids in order to keep them out of the caves. Scraped knees are easier to deal with than red death treatments. The cave isn't just a cave. Imperials found a large Verita deposit down there. Ironically, they were too afraid to venture deep enough into the mine to get the stuff out. Because of Gorlag. Gorlag was the name of a mage who used to live nearby. He became famous for experimenting with healing and aging potions. But he just disappeared one day. It wasn't long before rumors started to circulate and people started getting curious about the caves. Gorlag became the proverbial monster under every child's bed. Okay, akkor visszilom. So, what's in the cave? Verita. What else? What do you need Verita for? It's just about the only thing we can use to treat Red Death. Gandahar has kept a tight grip on most of it. But with Gorlag around... Mindenféleképpen majd ezt a... mellékküldetést megcsinálom. Mert tehát itt ugye nagyon nagy... súlya van ennek a vörös halálnak. Tehát mindenféleképpen hát ha azt megcsinálom, akkor valami történik. De nem most. Tehát most azt ki kell pihenni azt az eseményeket, gyerekek. Oké, akkor Y. If Gorlag is just a story, what happened to your men? I wish I knew. Sent out a small search party yesterday. Still no word. This camp isn't as active as it used to be. I can't afford to lose anyone else. But if Gandahar's nothing more than a notch in your belt, his soldiers, or even Gorlag shouldn't be much of a problem. Goodbye then. Na, jól van. Good luck. Talán egy jó kis küldetés lesz.
találja meg a kapitány embereit. Ezt köszönöm szépen, hogy odaadtad, ha már ennyire erőltetted. Ezt is köszönöm szépen. Illetve mik vannak itt, ugye hát azt előtte nem lehet kinyitni. Illetve hát ez nem zár, hanem csak egy sima láda. Amiben nincs semmi. Ez pedig, ez is. Ez pedig levél a fal... Levél a falnak, hoppá. Na nézzük csak. Ezt majd elolvassuk, jó srácok? Ki tudja, hogy ugye kicsoda kapitány tulajdonképpen. Hát, ha ő sem az, akinek gondoljuk. Oké, tehát... először is volt szintén lépésem. Hát, de nem olyan sok, és most ezt akkor nem költöm el. Hol vannak? Vízmágia, körkörös, körkörös suhintás. Ez az. Meg is van. Levél... Hol van? Ezt kell vinnem, ezt kell... Na, elvinnem, ugye, igen. Oké. Hol van ez a levél? Vízmágia, azt majd eladjuk. Aha, ott van, bocsánat. Jó. Levél a falnak. Drága fal, meg akartam mondani neked mindjárt az utazás után, de képtelen voltam rávenni magamat. Olyan boldog voltál. Most már tudom, sosem fogom tudni ezt elmondani szemtől szembe. Van valaki másom. Ne okold magad, fal. Nem a te hibád. Nagyszerű fickó vagy, és biztosan találsz majd egy másik férfit, akivel boldog leszel. Csak próbáld megérteni, nem élhetek rejtőzködve, s arra várva, hogy valami kifogást találj, amivel elhagyhatod a tábort egy vagy két napra, hogy velem lehess. Keresnem kellett valaki mást, akivel bármikor együtt lehetek, valakit, akivel elmehetek sétálni, valakit, aki mellett, ha alszom, tudom, hogy reggel is ott lesz velem. Szükségem van ezekre a dolgokra, és te egyszerűen nem tudtad ezt megadni nekem. Én a legjobbokat kívánom neked, és remélem, megtalad azt a valakit, akit keresel, barátod, I. Ez nagyon jó, ez most igazából annyi. Meg egy bambi. De ezek homokosok? Vagy mi van, gyerekek? Te drága fal. Na jó, na. Annyira lefárasztott emberek az a párbeszéd, hogy nagyon. Tehát nagyon lefárasztott. Oké. Föl lehet itt ugorni? Most ezt... Ez most miért van így csinálva? Nézzük csak. Oké, térkép. Nem ott lesz, ugye itt volt az a sakáltábor, és itt van Gorlak átka. Srácok, nézzünk már körbe, hát ha lesz itt egy teleport. Hopp, ez az! Na, sejtettem, jól van, jól van, jól van, jól van. És akkor nem kell itt keringőzni, hanem... Na. Merre kell menni erre? Hanem itt most sok időt megsporoltam. És természetesen csinálom azt a küldetést. Nem lesz, hát nem tudom, majd kiderül, hogy mennyire lesz nehéz. Mennyire kell menni még? Ki a kapun? Szerintem még ki a kapun. Vagy nem. Vagy nem. Vagy nem. Akkor szerintem nem. Itt lesz. Ott van, már látom is a barlang száját. Végre. Hú. Mentés. Ha jól tudom, itt már volt egy mentésem, ugye? Vagy nem? Mindegy. Ide mentek rá. Úgyis teljesen lényegtelen. Elfelejtettem, hogy mi volt.
Szuper. Fú, nagyon kíváncsi leszek, hogy mi lesz itt. És itt van ez a érc. Srácok, mondjuk én elég jól látom, nem tudom, majd meglátom, hogy érdemes-e a fákát berakni. Megnézem, jó fiúk? Ja, de nem így, bocsánat. Megnézem nektek. Vágjátok, hogy azért ti lássatok valamit. Hát, ugye mindig ad egy kis plusz fényt. Hagyom így. És ha esetleg nagyon durván le akarnak verni engem, mert ugye nincs nálam a pajzs, akkor majd legfeljebb vissza váltok pajzsra. Mert fontos az, hogy tehát, hogy ha már nézi valaki a videót, akkor azt lásson is valamit. Hoppá. Egy kis hangocska volt itt a fülembe, amitől majdnem össze-vissza csináltam magam. Mesteri zár, nem. Nem akarok zárakat föltörni, gyerekek, nem. Még én nem pihentem ki. Én még ezeket nem pihentem ki. Hú, ez micsodi? Lehet, hogy valami... Aha, lehet, hogy azt a kaput fogjam kinyitni vele? Vagy ki tudja, fejlett zár, nem érdekel most semmi ilyesmi. Nézzük csak. Aha. Tisztán látszik, gyorsan be. Hahaha, jól van. Nem piros, hanem kék. Tehát nem ellenséget mutat. Ki leszel te, Gorlág? Ó. Na, srácok! Oké. Hát igen, nem azért jöttük, hogy bántsunk. Bánt téged az élet is, ahogy látom. Tehát nem azért jöttem, hogy bántsalak. Ypsilon. I'm not here to hurt you. I'm looking for a group of men who are headed to these caves. I'm sorry you came. So am I. I can't allow you. Ja, hát akkor meg mi a francér van a párbeszéd? Hát akkor... én meg nem fogom hagyni, hogy feltartóztass. Adok egy utolsó esélyt, és az mit jelent? Most igazából, ha meg lehet kímélni az életét, hát ugye mindig egy kicsit keresem a fifikásabb megoldásokat. Tehát nem az, hogy leverem szerencsétlent. Adok egy utolsó esélyt. Én meg nem fogom hagyni, hogy felt... Akkor X... Én megpróbálom X-et. One last chance. Now. Merciful. Not now. Aha, hát nem kellett neki az az utolsó esély. Gorlágot gyorsan leverjük. Idomított hangya, Gorlágot már le is vertük. A hangyáktól meg nem félünk, mert legalább nem mérgezőek. És ez legalább egy nagyon pozitív dolog. Nem kellett itt félni semmitől. Hát jó, Gorláknak adtam egy utolsó esélyt, neki nem kellett. Nézzünk! Kulcs. Oké, a hangyócáknál mi is van? Na, mondom, a hangyócáknál mi is van? Akaraterő plusz 20. Hát, passz. Tehát, akaraterő a varázsláshoz kell. Na jó, nem is veszem föl a többit. Oké, zsoké. Körbenézek, hogy... van-e még valami érdekes? Arra kellene mennem, ugye? Arra mutatja a zászló, de itt is van egy ajtócska. És ezáltal én először erre megyek. Ugyanarra vezet, csak meg lehet... Ja, nem, ez egy zsákutca. Van ott valami létra. Ez hova vezet? A kijárat. Hát akkor nem. Akkor nem.
akkor menjünk tovább. Mennyi az idő? Na, hajtsuk. Hát ha hamar végére járok ennek a küldetésnek. Na, ott van valaki, nézzétek csak. Is he gone? He's gone. What's your name? Harluth. How did you find me? The captain sent me. Thank the gods. Can we go then? Mehettek ti hősök. Hol vannak a többiek? Where are the others? Gone. There were other creatures in the cave. Ants. He controlled them. How the hell did you kill it? Megmutattam neki ezt a párbeszédet. Tudjátok. Bocs, de ez nem tudtam kihagyni, ez valami őrlítő. Vezess ki Harluthet a barlangból, de először még körbenézek. Hát, ha van olyan rész, amit nem kell kinyitni, feltörni, hanem csak a magamévá teszem. Igazából nincs semmi? Oké. Akkor gyere velem, te hős. Komolyan mondom, ez most már így akkor bennem lesz. Ha valakit bántani akarok, megmutatom neki ezt a párbeszédet. Nézze végig. Úristen. Aj, szörnyű. Ez az kijárat. Jössz? Itt vagy? Haló, szólj meg. Na jó van, akkor kijárat. Hát akkor nem volt egy egyszerű, vagy nem, túl bonyolult küldetés. Automentés. Ja, jó, várj egy kicsit. Tök mag. Elrakom a... Mi ez a... Fákját. Így. Oké, ez az. Jól van. Hú, jó sok piros van, látjátok? Vágjátok? Na, hát ez hamar, mert még megvárom azt a párbeszédet, mert biztos, hogy lesz párbeszéd, és akkor szerintem ott lesz vége ennek a videónak. És tényleg majd azt a mellékküldetést majd akkor fogom megcsinálni, hogyha egy kicsit magamhoz tértem úgy mentálisan. Mert az nagyon durva volt. Júj. Tehát azt, akik belerakta azt az embert, azt a programozót, vagy azt a mit tudom én, ki szoktak ilyeneket csinálni, azt kirúgnám. Az a többi állás nem kapna a játékiparban. Ja, bocsánat, ide be kell menni. Harluth, na. Where are the others? Itt vagyunk. We were attacked, Captain. A creature in the caves. I think it was Gorlag. Pull yourself together. Gorlag is nothing more than a campfire story. Hát most már az. It was, it seemed to be able to communicate with the ants. We were overrun. And the others? They're dead. But Gorlag, creature, he spared me. If you hadn't sent someone... You're home now. Go. Be with your family. You deserve the rest. You found them. No. Not exactly the same as killing an emperor. But I appreciate it nonetheless. It was nothing. Maybe to some. I'll help you however I can. Though I wish I could talk you out of it. Na, hogyan lehet bejutni a toronyba? Nos, azon gondolkodom, hogy mielőtt még bejutok a toronyba, lehet, hogy ezt a mellékküldetést meg kellene csinálnom. Ugyanis hát nem ismerem a játékot, és nem tudom, hogyha bejutok a toronyba, én szerintem mondjuk vissza lehet jönni még erre a helyszínre, de ugye ki tudja. Na mindegy, tehát akkor kérdezzünk. How do you enter the tower? Only one way. A series of underground caves and tunnels. If navigated successfully, labirintus lesz, na erre kíváncsi leszek. There's enough bones lying around down there to make you consider turning back. Where can I find the tunnels? The entrance to the caves is hidden. Never would have found it without Dadden. I keep hearing that name. Master Dadden, actually. A mage, through and through. But not like any you'll meet in your lifetime. Most of them tend to be the types to close their eyes when swinging a weapon.
but that's not quite Dadden's style. If you want to locate the entrance, your okay. best bet is to track jó. Him down. Nem lesz egyszerű. Jól van. És mi késztett rá, hogy oda menj? Az emberek még csak beszélni sem mernek arról a helyről. Tehát Y. So, what made you go? Everyone seems to be afraid to even talk about it. That's exactly why. I was young, stupid, and looking for entertainment. Wish it was part of some grander story, or at least a true one. I wanted to kill monsters, find treasure. Sounds familiar? Nem, nem hangzik ismerősen. Sounds like you've had a change of heart. I found out that sometimes a death wish gets granted. It was Dadden who pulled my ass out of the fire. I wasn't exactly wise enough to make the decision myself. Hell, I'm still not. Simply traded make-believe monsters for tyrants and soldiers. Someone has to do it. Ha! I'm glad there's still a few crazy people left in the outside world. Ypsilon. So, Gorlag. Again with Gorlag? Need me to check under your bed for you tonight? He was in the caves. He held your men captive out of fear of being discovered. The mage? Or the monster? One and the same. Don't suspect you'll hear from him anytime soon. Well, I'll be damned. Thanks for all your help, Captain. Always glad to help a kindred spirit. Before you go, would you be interested in another task? This one pays, of course. Persze, csináljuk. Hát, ha nem valami rossz küldetés lesz. What did you have in mind? I've uncovered some information that one of my own men has been working against me. Someone here in the camp? A man named Imran. I have relied on him in the past to handle more delicate matters. But if what I've heard is true, he may be using those secrets against me. I can't take that chance. How would you like me to handle it? Quietly. Consider it done. Report to me when it's finished. Oké, add meg a zenelok, ami jár neki. Hát akkor ez lesz a következő küldetés, és akkor ugye jön a többi. Mentek itt, a sátorban. Itt nem érhet baj. Ez az. És fiúk, lányok. Attól az idegesítő résztől eltekintve, tehát tényleg azt nem értem, hogy miért kellett. Úgy megint úgy fölpörögtek az események, hál' Istennek. Az biztos, hogy akkor be kell jutni a toronyba, de előtte még szerintem még akkor azokat a küldetéseket meg kell csinálni, és akkor majd úgy meglátjuk, hogy mi fog történni. Én már tényleg már nagyon kíváncsi lennék egy új helyszínre megint csak. Körbe se fogok most itt nézni. Nagyon remélem azt, hogy úgy lesz megcsinálva a játék, hogy vissza lehet majd térni a helyszínekre. Jó? Nos, köszönöm szépen a figyelmet, pláne, hogy aki velem együtt kibírta azt a hülye párbeszédet. Jók legyetek, vigyázzatok magatokra, sziasztok!